Először is szeretném megkérdezni az urat, mert biztosan ezek szerint, hogyha ekkora, hogy úgy mondjam, önbizalommal érkezett ide, én a kopánycsoport tanácsadója vagyok. Az elmúlt két évben embereket védtünk, ami nemes joglevelünk, a rendőrségi büntetőpapír. Ön tudna ilyet elővenni, vagy volt valahol egyáltalán, ahol megvédett bárkit is eddig? Hogy kérdezzem meg, hol volt? Én? Igen. Én 20 évet csinálom ezt. Nem azt kérdeztem, azt, hogy melyik otthont védte meg az elmúlt két évben. De itt nem az otthon, én most de nem azt mondtam, de nem erről van szó. Én nem azt kérdezem, leskütszékön, ez így nem megy. Melyik a hangja magas, nekem is látja, lehet magas. De az érdekel, hol, kit, melyik családot védett meg. Nem itt kell elszavalni azt, amit én azért mondta. Nem védtem a családokat, mert 77 éves anyámat ápoltam, aki különben meghalt volna, mert az egészségügyi rendszerben beteszem, mert meghalt. Azért nem voltam ott önökkel, és azóta vagyok itt, amióta az anyám meghalt. Csak ennyit erről. Mindenkinek vannak személyi problémák. Nem ezért. Nem azért jöttünk, hogy egymás értekessük. Csak azért akartam erre választ adni, hogy az emberek jól hallják, jól lássák, hogy valaki ide bejön, a jövőjét átsolja mostantól kezdve, mert nem rá, és bárkit bármilyen módon meg lehet sérteni. Az esküdtszék az nem vicc, az Egyesült Államok minden egyes kormánya így működik. Tehát szeretném, hogyha egy jogász, aki nem egyetlen sikeresen ember, ilyesmit nem mondanak. De szakmai választ. Én kérem, akkor nem kérek mindenkit, mert egy perc. Egy perc, a csöndet kérnék szépen, jó? Tehát mi összejöttünk. Lehet, hogy egyik ember mond olyat, ami a másiknak nem tetszik. Ez tény. De próbáljuk meg elviselni egymást, azért vagyunk itt. Az igazság elég az asztalnál, ha onnan nézem, egy piros. Ha innen nézem, narancssárga. Ha az igazságot onnan nézem, zöld. Ha onnan nézem, fehér. Egy a célunk, együtt legyünk. Nem az a lényeg, hogy ki hol volt, ki hányadikon, hányadikán, mikor állt oda valami mellé. Én is megkérdezhetem, hogy hol voltak az emberek, amikor én itt éheztem. Hol voltak az emberek, amikor fók alatt elvitte a rendőrség. Hol voltak, amikor, és nem erről van szó. Húztunk egy vonalat, egyfelé kell mennünk itt, azt kell meghallgatnunk, hogy ki mit szeretne. Hol látjuk a hibákat? Hol látjuk a hibát? Alkotmány, tákolmány. Hol látjuk a hibát a lakhatáshoz való jog? És hol látjuk a hibát a törvények előtti egyenlőség? Ez az a három kérdés, amiben az országban mindenkit érint. Érinti a romát, az egyszerűt, érinti a doktort, és nem kell hozzá diploma, hogy megfogjuk egymás kezét, és együtt menjünk ebbe a rohadt, kibaszott kurva országba előre. Jó? Úgyhogy én ezt szeretném. Vetekedjünk szépen! Annyit szeretnék mondani, hogy maradjunk mindenféleképpen szakmai alapon. Az, hogy tehát a többi dolgot egy picit próbáljuk meg hátrafogni. Nekem most itt a bemutatkozás után úgy tűnik, hogy nagyjából az alapokban maximálisan egyetértünk. Mindnyájan azt szeretnénk, ha előbbre jutnánk, mindnyájan azt szeretnénk, hogy ez a rendszer most már tovább ne legyen. Ez az alap, ez egy nagyon jó kiindulási alap. Én úgy gondolom, mostantól kezdve próbáljunk meg arra koncentrálni, hogy hogy tudnánk ezt az összefogást olyan szintűvé tenni, hogy ezzel már most ezen a választáson is valami kicsi előrelépést tudjunk mutatni. Azért jöttünk össze, hogy tegyük össze, amink van. Itt nagyon jókat, csak egyet szeretnék mondani, hogy a rendszerváltás. Én úgy gondolom, 89-ben nem volt rendszerváltás, mert minden ugyanúgy ment, mint 89 előtt. Ugyanazok az emberek, akik 89 előtt kiszisták voltak, azok most a Fidesz soraiban ülnek, de rendszerváltás nem volt. Kormányváltás volt, hol a kormányon... Gangsterváltás volt. Tehát ebben maximálisan egyetérhetünk, hogy akik azóta voltak, loptak, csaltak, hazudtak, Magyarország szépen lassan kikerült, illetve én úgy vettem észre, hogy az összefogás párt színeiben Istvánék egyetértettek, illetve a negyedik köztársaság párt is egyetért a képviselők visszahívásában. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a pontok, amiket felolvastunk, amit a civilek fontosnak tartanak, próbáljuk meg azokat átbeszélni, hogy hogy tudnák ezt bevállalni a pártok, illetve hogy tudnánk elképzelni gyakorlatban
egy egységes ellenzék összehozását. És akkor most egy pillanat odaígértem a szót, jó? Csak egy fél mondat, míg el nem felejtem. A visszahívhatóság tárgyában én a saját véleményemet mondtam, nem a párt. Kezdjük lesüllyedni a magyar parlament szintjére. A hangerő növekedésével soha nem fognak millió euróban jutni. Kettő. Amit szeretnék elmondani, az, hogy igen, szükség van egy történelmi alkotmányra, mert sajnos Magyarországon több száz éve hamisítják a történelmünket is. De azt nem lehet, hogy már hónapra bevezettem, olyan oktatási rendszert kell kidolgozni, hogy annak a két csöpségnek, akik bájosan játszanak, nekik legyen jó. Ebbe a Kánaánba már mi nem fogunk bejutni. Ezt tudomásul kell venni. Én biztos nem, mert addig meghalok. És az, hogy itt miket hazudnak. 907-ben volt a magyarság legnagyobb katonai győzelme, amikor a bajorok ki akartak bennünket írtani ebből a országból, és Árpád megvédte, nem tanítják. Nekünk ilyen nappal hazudnak. Úgy nőttünk föl, úgy szocializálódtunk sajnos, mert korszakok jöttek, Isten és a történész között egy különbség van, Isten még nem írta újjá a teremtést. A köztársasági elnök. A köztársaság elnököt közvetlenül kell választani, mert a parlament mutizik. A mentelmi jog. És a mentelmi jog. Nagyon jó. Csak nem ebben a formában. Tehát a mentelmi jognak arra kell kiterjednie, hogy a képviselő, az a, főleg az a 106, akit most egyénileg fogok választani, elmondhassa a véleményét, és ne büntesse meg a frakciója. Mert nekem, a választónak tartozik felelőssége. Én, mint választó, vagy mi, mint választó, mi vagyunk a megrendelők, nem a frakció, kérem szépen. Tehát arra kell kitérni, hogy szabadon nyilatkozhat, és semmi másra. Nincsen köztörvényes bűnök alófelmentés. Ez legyen csak a mentelmi jog. Ennyi és nem több. A másik, amit el szeretnék mondani, a magyar miniszterelnök mindig a kisebbség miniszterelnöke lesz. Mert ezzel a kétharmaddal is nem szavaztak 3 millióan a mostani miniszterelnökre. De a miniszterelnöknek a többi 5 milliót is képviselnie kell. Mert most úgy 7 millió 800 ezer körül vannak a szavazásra jogosult állampolgárok. Tehát 3 milliónál most mindig a kisebbség miniszterelnöke lesz. De azt többet nem szabad megengedni, hogy egy párti alkotmányt fogadjanak el 23 évvel vagy 22 évvel a demokrácia, állítólagos demokrácia után. A másik, egyetértek a államadóság minden. Azt mondom, hogy igen, át kell ütemezni, Antal József óta tudjuk, hogy... Törölni. Hát igen, ahogy a lengyelek csinálták, de kérem szépen, először minden szerződést látni kell, amikor helyzetbe kerül az ember, akkor nem tudjuk... El kell égetni és törölni, nem kell itt már semmit. Bocsánat, én mindenkit meghallgatok. Tehát meg kell nézni, hogy mit lehet tenni. Tökéletesen tudom, hogy a magyar gazdaságot nyomasztja, és sajnos a világgazdasági válság, mint vegyük tudomásul, nincs vége. Sokkal nagyobb megpróbáltatások várnak ránk, mint eddig. Az ázsiai országok, a kínai gazdaság... Elnézést, tiszteljük már meg a szolgálatot, hogy nem beszélgetni nyugodt, hogy egyben találkozunk és más meg. Amit még elmondok, el szeretnék mondani, az, hogy a képviselőket igenis két dolgot kell, nem csak a visszahívhatóság, hanem az elszámoltathatóság. Az ugyanúgy fontos, mert amiről itt szó volt, a nyugdíjkassa elvételéről, hát aki megszavazta, az milyen jó? Hogy merték az én általam kötött szerződést egyszerűen lábbal kiporni? Tehát ez a jogállamiság teljes lábbal tiprása, nem csak a visszahívhatóság, a mindenkori elszámoltathatóság, és nincsen semmiféle, ebben nem lehet parton. Mert még egyszer mondom, mi választók vagyunk a megrendelők, és mi
Mi fizetjük ezeket az embereket. A másik, hogy sajnos igen, 40% van. Újra felül kell vizsgálni a privatizációs szerződéseket. Látjuk a ilyen tehetséges kapcsolati tőkések, Gyurcsány Ferenctől kezdve hosszan sorolhatnám, akik ugye érdekes módon, ha mindenki olyan tehetséges volt, miért omlott össze a előző rendszer. Mert ugye nem a Rudik Ernőkről van szó, aki sorolhatnászéből lett milliárdos, a kapcsolati tőkésekről. És sajnos Magyarország jelen pillanatban Zámonytól Hegyeshalomi jogkerülő állam, és piackerülő gazdaság, mert az állam törvényesítette a korrupciót, lezsírozott közbeszerzése, Mészáros Lőrinctől kezdve a legtehetségesebb felcsúti polgármesteri. Ennek véget, köszönöm szépen, ennyit akartam, és még egyszer, mi demokraták vagyunk, nem úgy, hanem egymás véleményét tiszteljük. Nem mi száj mindenbe egyetérteni, de egy minimumban meg kell állapodnunk, és kár egymás szintén. Köszönöm. Vissza lehet menni